Közeleg az októberi népszavazás időpontja. A hozzátartozó kampány részeként érkezett városunkba a Fidesz parlamenti államtitkára, dr. Kondráth Károly, aki a lakossági fórumot megelőzően a sajtóképviselői előtt beszélt az előttünk álló esemény fontosságáról. Egy olyan sorsdöntő, a magyar emberek és Magyarország sorsát hosszú évtizedekre, akár évszázadra is meghatározó népszavazás lesz október 2-án, amely meghatározza Magyarország, a magyar emberek jövőjét. Ez az október 2-i népszavazás, szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem pártpolitikai ügy, ez nemzeti ügy, hiszen minden magyar ember sorsáról, jövőjéről szó van. Az államtitkár mellett Font Sándor külön kiemelte, hogy Kalocsa város lakóinak, az itt élő embereknek kiemelten fontos a szavazás végeredménye, hiszen közel van az országhatár, és a kötelező kvóta miatt fennáll a lehetősége annak is, hogy a migránsokat az üresen álló laktanyákban helyezik el. Tehát én nyugodtan mondhatom, hogy a kalocsaiak tulajdonképpen arról is döntenek, hogy elhárítják-e annak a veszélyét, hogy netán itt is olyan típusú menekültábor épüljön ki, mint Kiskunhalason. Azért kell Kiskunhalast említenem, mert nagyon közel van. Mi is relatíva közel vagyunk, ugye, itt 60-70 kilométerrel a szerb-magyar határtól, tehát a támadott szakaszon vagyunk. Ezért a politikusok azt kérik a magyar emberektől, hogy fogjunk össze, védjük meg az országot, és szavazzunk nemmel október 2-án.